Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Világóra, a Hit Rádió hírösszefoglaló műsora. Március 22-én péntek este lövöldözés történt a moszkvai Krokus City Hall bevásárlóközpontban. Az incidensnek előzetes jelentések szerint most már legalább 137 áldozata van, köztük legalább 3 gyermek és 145-en sebesültek meg. Az iszlám állam később magára vállalta a merényletet, amelyben 5 fegyveres vehetett részt, és azonnal megindult a hajtóvadászat. Szombat délelőtt a Branyszki régióban az ukrán határ mellett fogták el azt a 4 terroristát, akit a moszkvai lövöldözéssel gyanúsítanak, az elkövetők személyazonosságát is nyilvánosságra hozták. Vladimir Putyin orosz elnök elmondta, nincs jövőjük azoknak, akik ezt a barbár támadást végrehajtották, és nemzeti gyásznapot hirdetett Oroszországban. Ennek kapcsán az elmúlt napok nyilatkozataiból közlünk most összeállítást. 3 biztonságpolitikai szakértőt szólaltatunk meg, Nógrádi Györggyel kezdünk, utána érkezik Georg Spötle, ezt követően pedig Somkuti Bálint lesz majd a vendégünk, tartsanak velünk. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel szombaton beszélgettünk, ezen interjúból közlünk most részletet. Akkor most térnénk rá a moszkvai terrortámadásra, amiről jelenleg annyit lehet tudni már, hogy az eddigi nem hivatalos jelentések szerint legalább 60-an, más források szerint 40-en meghaltak ebben a merényletben, köztük gyerekek is, és több mint 140 sebesült van. Baranyai Balázs kollégámtól, aki Moszkvában tartózkodik, ő ugye egy magyar származású balettművész, azt hallani, hogy már véradásra hívták fel az embereket, mert hogy annyi vérre van szükségük a kórházaknak, hogy vért kell adni. Az iszlám állam pedig késő este magára vállalta ezt a terrortámadást. Ugye amikor a tanárúrral hirtelen beszélgettünk, akkor is azt találgattuk, hogy ki lehetett az. Amikor az iszlám állam valamit magára vállal, akkor kimondhatjuk, hogy ő volt, mert azért itt ugye mindenkinek ilyenkor a fejében nagyon sok a kérdője. A válaszom az, hogy lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Lehet, hogy amit most mondok, az csúnya. Az iszlám államnak ez egy kiváló propaganda. Elnézést kérek, miért késő este vállalta? Miért vártatik? Miért nem a merénylet utáni percekben, vagy másodpercekben? Lehet, hogy ők voltak, de lehet, hogy nem. Egy tény, az oroszok ezt ki fogják vizsgálni, és a orosz kormány már azt mondta, hogy kegyetlen bosszút fognak állni, biztos vagyok. Ha az iszlám állam volt, akkor az iszlám állam harcosaira sokkal komolyabb csapások lesznek a jövőben, Szíriába és néhány egyéb helyen, de Moszkva meg fogja torolni, tehát nem tűri el, hogy ilyen történjen, mert ez precedens lenne. 20 évvel ezelőtt volt egy hasonló Beszlánban, ott is a oroszok pontosan fölmérték, kik voltak, ráértek, idejük volt és bosszút álltak. Ugye, amikor orosz Telegram csatornákat vagy orosz fórumokat nézünk, akkor azt látjuk, hogy az orosz emberek kifejezetten mérgesek egyébként az Egyesült Államokra, és érdekes, hogy nem a saját vezetésükre, hanem az Egyesült Államokra, hiszen az Egyesült Államok már néhány héttel ezelőtt figyelmeztette a saját állampolgárait, hogy menjenek el Oroszországból, vagy ne menjenek tömegrendezvényekre, mert terrortámadás várható. A tanárúrral is készítettünk egy beszélgetést, az volt a cím, hogy terrortámadás várható 48 órán belül Moszkvában. A 48 órán belül az nem jött be, de sajnálatos módon a terrortámadás az igen, tehát hogy valami készülőben volt. És az oroszok például ezt egyértelműen úgy értelmezik, hogy hát ha az amerikaiak tudtak róla, akkor az amerikaiak keze benne volt. Benne lehetett az amerikaiak keze? Nem logikus. Mikor adta ki az amerikai követség ezt a fölhívást? Március 7-én mit mondott? 48 óra. 48 óra eltelt. Biztos vagyok benne, hogy erről a oroszokat is értesítették. Ilyen terrortámadás bazusan nem megy bele. Az lehet, hogy a világon, miután mindenkit lehallgat, és miről tegnap este beszéltünk, ilyen információkhoz jutott. De ezek az információk nem olyan pontosak, tehát robbantás lesz. Oké, mikor, hol, senki nem tudja. Tehát ma már a különböző terrorista csoportok és high-tech-kel vannak felszerelve. Tehát az, hogy a amerikaiakra mérgesek, ez az orosz hosszú távú propaganda eredménye. Azért annyit látni kell, hogy ma az USA hírszerzés a világon az egyik legjobb. Én nem hiszem, hogy az USA-nak ez bármilyen köze lett volna.
A moszkvai támadások szörnyűek és nehéz őket nyugodtan szemlélni, ezt mondta John Kirby, a Fehérház nemzetbiztonsági tanácsadója. Ő egy rendkívüli sajtótájékoztató reagált a terrorcselekményre. Azt mondta, hogy szörnyűek és megrázóak a támadásról készült felvételek, és együttérzését fejezte ki az áldozatok felé. Hozzátette, nincs jele annak, hogy Ukrajna vagy ukrán állampolgárok állnának a terrortámadás hátterében, és megszólalt Julia Navalnaya, Alexej Navalnaya, néha ellenzéki politikus özvegye is. Ő részvétét fejezte ki az áldozatoknak, rémálomnak nevezte a történeteket, és azt mondta, hogy mindazokat, akik részt vettek ebben a bűncselekményben, meg kell találni és bíróság elé kell állítani. Mit reagál a tanár úr ezekre a mondatokra? Hát az amerikai szóvivő nem mondhat mást. Egyértelmű, hogy azt mondja, hogy sajnálja. A valóságban az Egyesült Államok és Oroszország ma kőkemény ellenségek. Tehát az ennyit látni kell. Nyilvánvaló az, hogy az Egyesült Államok egy ilyen terrorcselekménytől elhatárolódik. Navalnyi özvegye, hogy bíróság elé kell állítani, ez nagy jó hangzik, likvidálni kell őket. A oroszok is ezt fogják csinálni, ilyet a Navalnyi özvegye nem mondhat. Persze, hogy ő se támogatja ezt, Ukrajna. Hát reggel néztem a ukrán elnök hivatal vezetőinek a nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy a harctéren akarunk győzni, zárójelbe jegyzem meg, nem fognak, de ők sem hiszem, hogy ebben részt vettek. Az ukrán politika kiszámíthatatlan. Az, hogy most a Zelenszkij kiabált a Európai Unió csúcsvezetőivel, az, hogy állandóan elmondja, hogy miket követel újra, egyre kevésbé tesz ő szimpatikussá. Az, hogy az Egyesült Államok befagyasztotta a republikánus szavazatok hiánya miatt a támogatást, ez azt jelenti, hogy Ukrajna a létért küzd, meglátjuk, hogy mi lesz. Nem tudom, a Navalnyi özvegye addig tud így szerepelni, elnézést kérek, amíg pénze van, addig fizetik az utazásait, a szállodáját és nagyon sok egyebet. Én nagyon sajnálom, hogy a Navalnyi sorsa így alakul, de azzal, hogy hazamegy, gyakorlatilag rosszul döntött. És akkor még egy reakció, Mihajlo Podolyák, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója a Telegramon azt mondta, hogy Ukrajnának semmi köze a merénylethez. Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága az eseménnyel kapcsolatban, pedig az Ukrajinska Pravda cikke szerint azt közölte, hogy a Moszkva külvárosában végrehajtott támadás a Vlagyimir Putyin vezette rezsim szándékos provokációja, amelyre a nemzetközi közösség már korábban figyelmeztetett. Tehet Putyin erről a támadásról? Nem. Nagyon jó lenne, ha az ukránok kevesebb hülyeséget beszélnének. Szóval amiket most csinálnak, ez kontraproduktív, ezzel megint azt érik el, hogy az átlag orosz gyűlölni fogja még jobban ezt a ukrán vezetést. Mit mond Podolják? Hogy ezt Putyin csinálta. Oké, hol a bizonyíték? Tehát megint a levegőbe beszélnek, ami egy szörnyű dolog. Az oroszok ezt soha nem fogják megbocsájtani. Pont. Amikor mondjuk ilyen mondat elhangzik az ukrán részről, akkor arra fognak-e reagálni az oroszok? És egyáltalán, tehát hogy ezt most úgy kezelik, mint a belső nemzeti tragédiájukat, amit négy az ISIS-hoz kötődő terrorista elkövetett, és ezt abban a kereteken belül kezelik, hogy őket megkeresik és megbüntetik őket, vagy itt akár nemzetközi szintéren újabb példát akarnak majd statuálni annak érdekében, hogy ilyen ne fordulhasson elő, hiszen ha szerethetjük Oroszországot, meg utálhatjuk Oroszországot, de az, ami tegnap történt, az egy nemzeti tragédia. Egy-kettő nem a hadsereg ellen hajtottak végre támadást, hanem abszolút civilek ellen. Három, nem ha ukránok lettek volna, nem ők voltak, akkor is a ukrán vezetés könnyes szemmel mondta volna, hogy nem is hallottunk erről. De olyan mértékben lejáratta magát az ukrán propaganda ma a világba, hogy az, hogy bejelentik, hogy ez Putyin saját magának csinálta, tessék mondani, mi értelme van? Mi értelme van a választások után? Mert ha ez a választások előtt lett volna, és Putyin 50% körül lett volna, akkor elvi értelme van, így semmi. Tehát megint egy ukrán öngolt látunk, ami rendkívül szerencsétlen.
Egyébként pár napja is próbált lecsapni az iszlám állam az orosz főváros mellett. Azt akkor sikerült megakadályozni. Az orosz FSB azt közölte, hogy március 7-én megakadályozta a csoport fegyveres támadását egy zsinagóga ellen a Moszkva melletti Kaluga régióban. Ugye tegnap is beszélgettünk arról a tanár úrtól, hogy az Egyesült Államok egyébként arra figyelmeztetett, hogy antiszemita jellegű támadás, vagy zsidók, orosz zsidók elleni támadás várható. A kérdés az, hogy ez a támadás, ez ugyanannak a csoportnak a támadásnak, ugyanannak a csoportnak a támadásának a műve? A válasz az, hogy lehet, hogy igen, de most nem zsidók ellen irányult. Tehát ez most egy tömegrendezvény volt, ahol lehet, hogy az X ezerben volt 3-5 zsidó, senki nem, vagy zsidó származású, ezt senki nem tudja, de gyakorlatilag ez egy orosz nép elleni akció volt. Ön azt mondja, hogy ezt a 4 embert likvidálni kell, vagy 5 embert, mert most már különböző jelentések vannak. Nem biztos, hogy oroszok ezzel beérik. Ők azt fogják megnézni, hogy ezek az emberek honnan jöttek, hol kaptak kiképzést, hol kapták a robbanóanyagot, mindennek utána fognak nézni, és nagyon csúnya, amit mondok, ebbe a világ támogatni fogja az oroszokat. A harmadik világ egyértelműen a nyugati világ felemás módon, de támogatni fogja, mert ha valami terror elleni harc, akkor ez az. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel beszélgettünk, tehát most pedig kapcsoljuk Georg Spötle biztonságpolitikai szakértőt, aki vasárnap értékelte az eseményeket. Tény az, hogy terrortámadás történt, tehát ezt leszögezhetjük, ezt megállapították ugye a hatóságok is, hogy nem egy bűnözői csoport volt, hanem nyilván valaki, akiknek vagy politikai, vagy vallási indítatásuk lehetett. Ami viszont furcsa az egészben, ugye, egy kicsit engem emlékeztetett, sőt nem is kicsit kísértetiesen arra, ami a Bataclanban történt Párizsba, amikor ugye a szórakozóhelyre bementek az iszlám állam terroristái, legyilkoltak 90 embert, utána még fel is robbantották magukat, amikor kiérkeztek a kommandósok. De viszont, amivel problémám van, hogy megnéztem a felvételeket, amiket ugye az oroszok kitettek az internetre, tehát a Telegram csatornán nagyon sok felvétel van a Krókusz koncerthalnak a belsejéből. Amikor a terroristák tüzet nyitottak, ugye már a bejáratnál lelőtték azokat a biztonsági őröket, akiknél a fegyver volt, behatoltak az épületbe, elkezdték szisztematikusan legyilkolni az embereket, viszont nem hallottam egyszer se azt, hogy Allahu Akbar. Nem vittek magukkal iszlám állam zászlót. Tehát valahogy egy kicsit atipikus. Amikor elfogták őket, nem volt rajtuk robbanóöv. Minden merénylője és minden olyan fontos tagja az iszlám államnak, aki ilyen harci cselekedetekben részt vesz, azon vagy öngyilkos mellény, vagy öngyilkos öv van, amivel ugye elérheti azt, hogy élve nem tudják őt kézre keríteni, tehát egyből sahíd, azaz mártír is lesz. Ez is hiányzott. Tehát valahogy nekem egy kicsit furcsa ez az egész. Megnéztem azokat a felvételeket, amiket az oroszok közzétettek a Telegram és más csatornákon. Elég véresek, nem tudom, belemelték részletekbe? Menj bele a részletekbe, de akkor előtte arra kérnénk azon hallgatóinkat, akiknél esetleg gyermekek vannak, hogy most talán akkor vagy kapcsolják ki, vagy hallgassák meg később, vagy vigyék ki a gyermekeket, mert amennyire ismerem a részleteket, tényleg elég véresek. Igen, érzékeny tartalmat fogunk, felkavaró tartalmat érinteni. Tehát ugye a csecsenek az Ahmad speciális egység fogtak el két szökésben lévő terroristát. Hát az egyiknek levágták a fülét és megetették vele, a másik elvesztette az egyik szemét őrizetbevétel közben, tehát nem bántak kesztyűs kézzel velük, érthető volt a gyűlölet, ugye, hiszen a legalantasabb gyilkosokról van szó. Elfogták az egyiket, az oroszok, akiknek nem esett bántódása, megbilincselték, és rögtön ott a helyszínen elkezdték a rendőrök a kihallgatást, és egy nagyon szerencsétlen figurát lehet látni. Remeg, mint a nyárfa levél, elmondta, hogy Tadzsikisztánból jött, törve beszélte az oroszt igazából, de bevallotta, hogy valaki őt felbérelte, hogy ki nem is tudja, a Telegram csatornáján bonyolították le az egészet. Körülbelül 2 millió forintnak megfelelő rubelt ígértek neki, ez durván 500 ezer rubel azért, hogyha ő és a társai elmennek Oroszországba, és egy zsúfolt helyen mészárlásba kezdenek. Azt mondta a megbízó, hogy nekik mindegy, hogy kiket, csak minél több ember gyilkoljanak meg, és ezért, ahogy mondom, fejenként körülbelül 2 millió forintnak megfelelő rubelt kapott ez a négy személy. Lehet látni, hogy nem a legélesebb kések a fiókban.
Tehát ugye azt a gépjárművet használták menekülésre is, amivel megérkeztek. Nem is tudták, hogy Moszkva a világ legjobban bekamerázott városai közé tartozik. Ott például még a társasházak csengőinél is vannak kamerák, tehát kvázi, hogyha valaki becsönget egy lakóházba Moszkvába, azt a kamera rögzíti, és az illetékes rendőrösön ezeket az adatok a hónapokra eltárolják. Épp azért, hogyha bűnözőket, terroristákat kellene elfogni, akikről tudták, hogy hova vagy kihez mentek, meg legyenek a kamerafelvételek is. Tehát ezt sem tudták. Egy Renault típusú gépkocsival érkeztek, azzal is menekültek. Nyilvánvalóan a kamerafelvételek alapján nagyon hamar beazonosították őket és az útvonalukat is. Ami nagyon érdekes, hogy az ukrán határ fele mentek. Tehát ez ugye mindenkit megdöbbentett, tehát nem is próbáltak meg elbújni valahol, nem próbáltak meg esetleg valamilyen úton, módon később eljutni Tadzsikisztánba, hanem rögtön az ukrán határ fele indultak el személygépjárművel. Nyilvánvalóan, hogy az ukrán határ ugye alá van aknázva. Drónok vannak fent, járőröznek, titkos szolgálat figyeli mind a két oldalról, de állítólag, tehát ezt mondta az FSB, az orosz biztonsági szolgálat, hogy vannak olyan információik, hogy Ukrajnából meg akartak nyitni nekik úgymond egy ablakot, tehát hogy át tudtak volna lépni a határ ukrán oldalára. Hogy ez mennyire biztos, még nem tudjuk. Tehát azt lehet látni, hogy valóban ilyen szerencsétlen figurák, akik pénzért vállalták be ezt a borzalmas bűncselekményet, azt sem tudták megmondani, hogy honnan szerezték a fegyvereket, valakik küldték nekik. Hogy ez valóban így van, nem tudni, nyilvánvalóan elég intenzíven ki fogják őket hallgatni. Megvannak a fegyverek, egy részüket eldobálták az erdőben, azok is meglettek, találtak például még egy Makarov típusú pisztolyt is a gépjárművükben. Ugye megvizsgálnak mindent, hogy láttam, a forenzikusok begyűjtötték például még a töltényhüvelyeket is. Ez nagyon fontos, mert a töltényhüvelyen is vannak új lenyomatok. És lehet, hogy nem az elkövetőké, hanem aki átadta őket. És az is lehet, hogy az a személy, aki ezeket a lőszereket beszerezte, szerepel mondjuk az orosz rendőrségnek, vagy valamelyik titkos szolgálatnak az adatbázisában. Tehát akribikusan ugye összegyűjtenek mindent, az adathordozókat például. Megállapítják ugye a telefonok cella információiból, hogy mikor, hol voltak az elkövetők, milyen személyekkel találkoztak, kik voltak ugyanabban a helyiségben, ha mondjuk egy lakásban, kávézóban, bárhol találkoztak. Tehát összejön egy ilyen úgynevezett ilyen metaadatbázis, és abból ki fogják szűrni, hogy kik lettek a segítők, a támogatóik. Ugye azt is tudni lehet, hogy rajtuk kívül őrizetbe vettek még több szemét is, összesen 11-en vannak őrizetbe. Állítólagosan munkatársai is a Krokus Concert Hallnak. El lehet képzelni, hogy valamilyen módon segítették a terroristákat. Szemtanúk arról is beszámoltak, hogy vészkijáratok például zárva voltak, nem tudtak elmenekülni. Tehát elképzelhető, hogy ezek a segítők szándékosan bezárták ugye a kijáratot. Ezt egyesek úgy fordították le, hogy ez bizonyíthatja az ukrán narratívát, miszerint ez belső orosz munka volt, de mondjuk így érthetőbb, hogy miért voltak zárva a vészkijáratok. Így van, mert hogyha fölbéreltem ott biztonsági őröket, pincéreket, bárkik, akik ott dolgoznak, takarítókat, azt játszik könnyedséggel meg tudták tenni, és így megakadályozni, hogy sok ember elmeneküljön. Ugye a halálos áldozatoknak a számát most már 133-ra kerekítették föl, sajnálatos módon nagyon sokan elhunytak a kórházban, gyermekek is vannak köztük. Ugye a Piknik zenekarnak, ez egy közkedvelt zenekarnak volt a koncertje, és oda leginkább fiatalok vagy gyerekes szülők mentek, hogy a kicsik élvezék ezt a vidám kis húsvét előtti koncertet. Tehát egy nagyon aljas tettről beszélünk, és hát ahogy mind Vladimir Putyin, mind Medvegyev úr, mind pedig ugye a Kremlnek a tisztségviselői elmondták, ki fogják deríteni, hogy kik állnak az egész mögött, kik voltak azok, akik ugye irányították ezt az egészet, kik finanszírozták, kik bérelték fel ezeket a nyomorult tádzsikokat, és senki nem fogja elkerülőségre vonást. Nyilvánvalóan Ukrajna azonnal dementálta. Tehát, hogyha valóban kiderülne, hogy az ukránok vannak emögött, akkor már tett a Kreml egy olyan kijelentést is, hogy akkor nagyon hamar be fogjuk fejezni a speciális hadműveletet. Tehát akkor nyilvánvalóan ami nagyon komoly csapásra számíthatnak az ukránok. Érdekes volt, hogy Washington DC-ből is rögtön dementálták azt, hogy Kievnek bármi köze is lenne ehhez. Nem lehet tudni, igen vagy nem, nyilvánvaló ez a nyomozóknak és a titkosszolgálatoknak a dolga. Nagyon jól végzik a munkájukat az, hogy órák alatt kézre kerültek az emberek. Tényleg, hogy a tettesekről az első fotók, igazából egy másfél órával már az elkövetés után kikerültek ugye a járműről,
és lehetett látni, hogy kivezeti, kiül az anyósülésen, arcfelismerő rendszereken, hogy átfuttatták őket, rögtön már tudták a nevét is ennek a két férfinak. Megállapították a járműről, hogy nemrég adta el szintén egy tadzsik illetőségű, tadzsik születésű, de orosz állampolgár férfi valakinek. Tehát elindultak rögtön ezen a szálon is, ki volt a jármű, kinek adták el. A gépjármű adatbázisból értelemszerűen már rögtön tudták a neveket. Tehát mondom, villámgyorsan és nagyon jól dolgoznak tényleg az orosz szakszolgálatok, és hát szerintem egy-két napon belül, de én azt mondom, inkább egy napon belül már sokkal többet fogunk tudni, hogy kik a háttéremberek, hogy a kihallgatások azok folynak jelen pillanatban is, és hát nyilvánvalóan ismerjük az FSB-t, ugye, aki a KGB-nek a folyamodványa. Hát nem hiszem, hogy túl kesztyűs kézzel fog bánni ezekkel az emberekkel, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy kiderítsék, hogy kik voltak a felbújtók, és ha valóban csak egy Telegram csatorna van, azt is le fogják nyomozni, hogyha e-maileztek, SMS-eket küldtek, bármilyen módon kommunikáltak, nyilvánvalóan vannak olyan szakértői az FSB-nek, vagy pedig az SVR-nek, az orosz titkosszolgálatnak, akik meg fogják állapítani, hogy tényleg kik állnak-e mögött a megbízás mögött. A Geos Fötlével készült teljes interjúnkat meghallgathatják az Ultrahang csatornáján, most pedig Somkuti Bálint következik, őt rögtön a támadások után kérdeztük. Igen, itt három csoportot soroltak fel azonnal a különböző Telegram csatornák. Az egyik azok az ukrán szabadcsapatok, akik megpróbáltak betörni, ugye nemrégiben Belgorod és Kursk régióban, ez az orosz önkéntes légió és az egyéb orosz önkéntes hadtest és hasonló nevezett szervezetek, ők voltak az első gyanúsítottak. A másik a szokás szerint az iszlamisták, a harmadik pedig az, hogy valami ukrán támadás történt. Most ha az utóbbi bebizonyosodik, akkor annak nagyon durva következményei lesznek. Az egyébként teljesen kizárt szerinted? Ugye itt, amit én hallok, hogy a valószínűbb az, hogy vagy az ISIS, vagy ezek az úgynevezett orosz partizán csapatok, vagy bárminek nevezzük őket, az, hogy ez nem tőlük jön, hanem valamelyik másik államtól, vagy Ukrajnától, az azért tényleg erős lenne. Igen, az a hasonló helyzetekben azért mindig van egy részt, van egy elkövetői csoport, akinek a nemzetiségét be lehet azonosítani, és aztán van a másik réteg, vagy a másik része egy ilyen támadásnak, amelyik megszervezte, logisztikailag támogatta és alkalmazta, megrendelte ezt a támadást. Ugye ezek azért két különböző tényező, amit sokszor azért nagyon gyakran, sőt, nagyon gyakran használtak arra, hogy úgynevezett false flag, tehát hamis zászlós támadást hajtsanak végre. Ebben a támadásban az az érdekes, hogy az Egyesült Államok pont 2 hete figyelmeztetett arra, hogy egy koncertelen támadás kiszúr Oroszországban. Na most ennek azért nagyon sok szempontból igen érdekes jelentősége lehet a későbbiekben. Ugye világháború szélén táncol a világ, és ha ezt pár hónappal ezelőtt mondjuk, akkor lehet, hogy kinevetnek minket, de ugye egyrészt itt van ez, hogy nyugatról csapatokat küldenének Ukrajnába, alapból feszült egy helyzet van. Most ráadásul ugye Putyin túl van egy újabb választáson, tehát megint az is teremt egy új helyzetet. Ez a támadás biztos, hogy meg fogja rázni az orosz lakosságot, ezt talán így nulladikra is kijelenthetjük, hogy viszonylag keveset tudunk. Az, hogy az orosz fővárosban, egy olyan helyen, ahol emberek tartózkodnak, ilyen megtörtént, ugye amit tudunk, hogy elvileg legalább 4 fegyveres terepmintás ruhában berontott, tüzet nyitott, valami fajta gyújtóeszköz is volt, ami miatt zaj. Amikor ilyen történik, akkor milyen orosz reakciók várhatunk? Kicsit hagyj kezdjem távolabbról, és a Telegram üzenetekből is azonnal az volt az első reakció hitetlenkedésen túl, hogy aki ezt elkövette, az meg fog fizetni. És hogyha emlékszünk még arra például a beszláni túsz drámáról, hogy iskolában ejtettek túszokat az iszlamista terroristák, illetve utána pedig az összes ilyen többi történetre, akkor a beszlánban is közreműködő Samil Baszajeve sokkal később, egyébként évekkel később vadázták le egy precíziós támadásban, amelyben a mobiltelefonját ritkán használó terrorista vezért pont a mobiltelefon bekapcsolása utáni pillanatokban érte a halálos bombatalált, vagy rakétatalált. Tehát innentől kezdve az orosz reakció nem szokott puha lenni. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy Oroszországban azok a dolgok, amikről egyébként pont a Túróczi Ricsi mesélt nemrég több helyen is egyébként, azok az életnek, a halálnak, a hazafiságnak a kérdése teljesen más besorolással esik, és teljesen más megközelítésben van jelen, mint nálunk. Tehát ott az a fajta felfogás, amelyet egyébként ezzel meg Izraelben is láthatunk, hogy egy ilyen terrorcselekmény nem maradhat megtorlatlanul, az nem egy szélsőséges vélemény, hanem a közvéleménynek az alapvető elvárása a kormányzattól.
Tehát innentől kezdve akárki is volt felelős ezekért a támadásokért, nyilván a folyamatban lévő ukrán háború vagy ukrán katonai műveleteknek a tükrében, de biztos vagyok benne, hogy szélsőséges megtorlásra számíthat, és azért az oroszokat nem azért szokták kiemelni, és különösen az orosz fegyveres erőket, mert nagyon kíméletesen bánnak az ellenségeikkel. Közben Mária Zaharova az orosz külügyi szóvivő terrortámadásnak minősítette az, ami most történt, illetve töröltek Moszkvában minden sporteseményt és hétvégi rendezvényt, tehát lehet látni. Ugye még egy dolog, hogy ugye mi itt az Ultrahangon is beszámoltunk erről, hogy az amerikai nagykövetség hetekkel ezelőtt figyelmeztetett, bár ők egy kicsit korábbra tették ezt, illetve például Baranyai Balázs, akit elvileg nem sokára kapcsolunk, ő pont Moszkvában tartózkodik, nem messze a terrortámadás helyszínétől, ő is elmondta, hogy még a magyar nagykövetségtől is kapott azzal kapcsolatban jelzést, hogy ne menjen tömegrendezvényekre. Ugye elvileg az orosz hírszerzésnek jól kellene működnie, vagy észre kéne venni, főleg, hogy vannak ilyen jelzések. Hogy nem sikerült ezt észrevenni, hogy ez vagy megállítani, vagy megakadályozni? Azt szokták mondani, hogy a hírszerzőknek 110%-os teljesítményt kell nyújtani, a terroristáknak meg csak egyszer kell sikeresnek lennie. Tehát lehet, hogy ebben a támadásban olyan körülmények játszottak közre, említettem azt, hogy nem tudni, hogy ki volt a megrendelő vagy a logisztikai támogató, amely nem tette lehetővé a sikeres felderítő munkát. Tehát ebben benne lehet az is egyébként, hogy olyan emberek támadtak, akiknek nem volt előélete, olyan mondjuk csoport végezte el ezt a terrortámadást, amelyik eddig nem követett el terrortámadást. Tehát az a fajta hirtelen, lecsapó, ugye általában magányos farka szoktak el megetni, ez a négy fő sem egy túl nagy csoport. Tehát az a fajta ilyen magányos vagy kis csoportban megjelenő szereplők, akik egyébként nem kerültek a hatóságoknak a látókörébe, azok a legveszélyesebbek, mert pontosan nem lehet tudni, hogy ki az és miért támad. Ugye a csúsztatán megfogalmazva ezek a fekete hattyú események, amikor azt se tudtuk, hogy mire kell figyelni. Tehát egy ilyen sajnos mindig benne van a pakliba, és egy Oroszország mérti területet nem lehet mindent kétséget kizáróan biztosítani minden fenyegetettség felől. Hát pontosan azért vannak azok a megtorló műveletek egy ilyen terrortámadás után, hogy ne jusson eszébe senkinek megismétel egy ilyen támadást. Putyinnak a hatalmát, bizalmát és egyáltalán az orosz-ukrán háborúnak a menetét szerinted mennyire befolyásolhatja ez? Ez attól függ elsőben, hogy kik az elkövetők. Ugye az orosz társadalom jellemzően nem érzi a hatását az ukrán háborúnak. Egy pár olyan nyugati termék tűnt el, mint a felső középosztály és a felső osztály vásárló, tehát az átlag orosz számára ez a háború nem jelentett sokat, abból a szempontból, hogy nem zavarta az átlag mindennapi életét. Ez a terrortámadás brutális erővel robbant bele mindenkinek az életébe, ahogy mondtad is, hogy leálltották, hogy felfüggesztették, vagy betiltották az összes tömegrendezvényt, sporteseményeket, stb. Tehát ennek hetekre, hónapokra hatása lesz ennek a támadásnak. Ha bebizonyosodik, hogy valamilyen szinten Ukrajna köthető hozzá, vagy akár a hivatalos orosz narratív az elkövetettől függetlenül Ukrajnához fogja kötni, mert ennek is megvan az esélye, akkor mindenképpen a háború eszkalálására számíthatunk. De nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy a terrorizmust, mint általában az ártatlanok és a civileket sújtó, mondjuk így hadviselési módot, mert egy hadviselési módról van szó, azt általában az államok el szokták ítélni. Tehát innentől kezdve a nagy kérdés az, hogy kik voltak az elkövetők, és mit reagál a nagyvilág. Mire számítasz a következő napokban, percekben? Ilyenkor azonnal, ugye a hírekből is kiderült, azonnal elkezdik az összes kockázatnak, a további kockázatnak a minimalizálását. Tehát innentől kezdve magasabb készültségi fokba helyezik a rendőrséget, a rohamrendőrséget, a különleges rendőri alakulatokat. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy lesz egy pár olyan eset, amikor gyanúsnak tűnő, de végül nem gyanús embereknek is bántódásuk esik egy ilyen hasonló szituációban, hogy mindenki felfokozott állapotban van, és nyilván megindul a hajsza, ami nyilván meg fogják próbálni elfogni az elkövetőket, akik nyilván készültek arra, hogy ne kerüljenek élve a hatóságok kezébe. Először őket fogják likvidálni, és utána pedig elindul a nyomozás annak az irányába, hogy ki volt az elkövető. Szerintem egy-két napig semmilyen olyan információt nem fogunk tudni kapni, ha csak nem kerül élve valamelyik elkövető a hatóságok kezére. Somku Tibernit köszönjük szépen!